Életveszélyesen megfenyegettek egy nádudvari roma politikust. Egy ismeretlen férfi hang azt mondta neki a telefonban, hogy ha nem lép vissza, idézem, megdöglik. A férfi nem ilyet meg, azt mondja, az általa vezetett szervezetnek ennek ellenére is szép sikert jósol. Egy átlagos nap átlagos telefonhívásával indult Horváth Tibor Kálváriája. A vonal végén ugyanis egy hang azt állította, megöli a férfit. Az életünk megfenyegetve, mert ő... Én azt gondolom, hogy indulunk az országos választásokon, és azt mondták a telefonban, hogy lép vissza Romarom, mert lesz. A Romarom az a szervezet, amelyet éppen ma vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Iroda. Horváth Tibor azt mondja, egészen új politikát szeretnének, és ez valakinek szúrja a szemét. Hogy kiét, azt viszont nem tudja. Ettől félnek, hogy egy új erő, egy népcsoport, egy igazi tömeg, aki, akinek elege van a 24 elmúlt évekből. Horváth Tibor feljelentést tett, de a hívások nem szűntek meg, most már a családját is fenyegetik. A férfi azt állítja, magát nem félti, de a családját szeretné kihagyni a politikából. Engem meg lehet támadni, de azért a családomat, egy három gyerekes apát azért családomat nem szabadna bántani. Ez, ez, ez politikáról szól, és szerintem gyalázat, amit, amit az az egy X ember mondott telefonba. A Bántson engem, de ne az én családomat. Horváth Tibor azt mondja, sokan támogatják őket, és a fenyegetések ellenére is szerintük szép sikert érnek majd el az őszivárasztáson.